Mária Istennek, Szent Anyját, imádkozza a vérettünk bűnösökért, most és halunk oraja. Ése, Szent János evangelista, betért tanítványaival együtt. De Júdás is, aki elárulta, ismerte azt a helyet, mert Jézus tanítványaival gyakran járt oda. Júdás akkor kapott egy csapat katonát, a főpapoktól és farizeusoktól pedig szolgákat, és kiment velük lámpákkal, fáklyákkal és fegyverekkel. Jézus tudta mindazt, ami rávárt, eléjük ment tehát, és így szólt hozzájuk. Kit kerestek? Ők ezt válaszolták. A Názáret Jézus. Jézus erre így szólt néki. Mondtam már nektek, hogy én vagyok. Ha tehát engem kerestek, engedjétek el ezeket. Így teljesül be, amit mondott, hogy senkit sem veszítettem el azokból, akiket nekem adtál. Simon Péternél azonban kard volt, kirántotta, és a főpap szolgájára sújtott, és levágta annak jobb fülét. A szolgának Málkus neve, Jézus azonban rászólt Péterre. Tedd vissza hüvelyébe kardodat, ne ürítsen ki a kelyhet, melyet az atya adott nékem. A csapat tehát, az ezredes és a zsidó őrség elfogta Jézust és megkötözte, és először Annáshoz vitték, mert ő apósa volt Kaifásnak, aki abban az évben főpap volt. Ő adta a zsidóknak azt a tanácsot, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért. Simon Péter és egy másik tanítvány követte Jézust. Ez a tanítvány pedig ismerőse volt a főpapnak, s így bejutott Jézussal a főpap udvarába. Péter pedig kint maradt az ajtónál. A másik tanítvány, a főpap ismerőse kiment, szólt az ajtónállónak és bevitte Péter. Az ajtó őrző leány közben megjegyezte. Bizony, te is ennek az embernek tanítványai közül vagy. Péter így felelt. Nem vagyok. A szolgák és a poroszlók a parázsló tűz körül álltak, és melegedtek, mert hideg volt. Péter is közéjük állt, és melegítette magát. A főpap tanítványa és tanítása felül kérdezte Jézust. Jézus így válaszol. Én nyíltan beszéltem a világ előtt. Én mindig a zsinagógában tanítottam és a templomban, ahová a zsidók mind összejönnek, és titokban semmit sem szólottam. Mit kérdez engem? Kérdez azokat, akik hallották, mit beszéltem nekik,
Ők jól tudják, hogy mit mondottam. E szavakra az egyik ott álló poroszló arcul ütötte Jézust, és így szól. Így felezi a főpapnak. Jézus így válaszol. Ha rosszul szólottam, bizonyítsd be a rosszat. Ha pedig jól, miért ütsz engem? Annás akkor megkötözve elküldte őt Kaifás főpaphoz. Simon Péter még mindig ott állt és melegítette magát. Újra megkérdezték tőle. Nem de te is az ő tanítványai közül vagy? Péter tagadta és így szólt. Nem vagyok. Erre a főpap egyik szolgája, rokona annak, akinek Péter levágta a fülét, megjegyezte. Nem téged láttalak a véle a kertben? De Péter ismét tagadta, és erre mindjárt megszólalt a kakas. Kaifástól a helytartóhoz vezették Jézust. Kora reggel volt. A zsidók nem mentek be a helytartóságra, hogy be ne szennyezzék magukat, és így megehessék a húsvéti bárány. Ezért Pilátus jött ki hozzájuk, és megkérdezte. Mivel vádoljátok ezt az embert? Azok így szóltak. Ha nem volna gonosz nevű, nem adtuk volna őt kezedbe. Pilátus ezt mondta. Tartsátok meg csak ti őt, és ítélkezzetek róla törvényetek szerint. A zsidók azonban ezt válaszolták. Nekünk senkit sem szabad megölnünk. Így beteljesedett, amit Jézus mondott, amikor halálának módját előre megmondta. Pilátus akkor visszament a helytartóságra, maga elé hívatta Jézust, és megkérdezte tőle. Te vagy-e a zsidó királya? Mondod-e ezt, vagy mások mondták néked rólam? Pilátus erre ezt mondta. Vajon zsidó vagyok én, a saját néped és a főpapok adtak kezembe. Mit mivel tél? Jézus így válaszol. Az én országom nem e világból való. Ha e világból volna az én országom, harcra kelnének szolgáim, hogy ne kerüljek a zsidók kezére. Ám az én országom nem innét való. Pilátus közbeszól. Tehát király vagy te. Jézus így válaszol. Igen, király vagyok. Én arra születtem és azért jöttem a világra, hogy tanúságot tegyek az igazságról, és mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Pilátus erre ezt mondta. Mi az igazság? E szavak után ismét kiment a zsidókhoz, és ezt mondta neki. Én semmi védket sem találok ő benne, szokás azonban nálatok, hogy húsvétkor valakit szabadon bocsássa. Hát akarjátok ki, hogy elbocsásson nektek a zsidó királyát? De azok újra kiáltozni kezdte. Nez, hanem Üdvözlégy, zsidó király!
kihozom őt nektek, hogy megtudjátok, hogy semmi vétket sem találok ő benne. Jézus akkor tövis koronával és bíbor köpenyben kijött eléjük. Pilátus azt mondta neki, íme az ember. Láttára a főpapok és a szolgák kiáltozni kezdte. Feszítsd meg! Feszítsd meg őt! Pilátus azt mondta, vegyétek át és kifeszítsétek keresztre, mert én semmi vétket sem találok ő benne. De a zsidók nem tágítottak. Nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten fiává tette magát. E szavak hallatára Pilátus még jobban megijedt. Visszament a helytartóságra, és újra megkérdezte Jézus. Honnét való vagy te? Te Jézus nem felel. Pilátus erre ezt mondta. Nekem nem szólalsz, nem tudod én, hogy hatalmam van megfeszíteni téged, és hatalmam van elbocsátani téged. Jézus így válaszol. Semmi hatalmat sem volna fölöttem, ha nem kaptad volna onnét felülről, és azért annak, aki engem kezedbe adott, nagyobb az ő bűne. Ettől fogva Pilátus azonból, hogy szabadon bocsássa Jézust. A zsidók azonban ezt kiáltozták. Ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja, mert mindaz, aki barát királyá teszi, ellenszegül a császár. Feszítették őt, és vele két másikat, két fel.
A zsidók tehát, minthogy készület napja volt, kérték Pilátus, hogy töresse meg a keresztre feszítettek lábszárát, és vétesse le őket a keresztről, hogy ne maradjanak szombaton a kereszten. Nagy ünnep volt ugyanis az a szombat. Oda mentek tehát a katonák, és összetörték a lábszárát előbb az egyiknek, majd a másiknak, akit Jézussal együtt keresztre feszítette. De amikor Jézushoz értek, látták, hogy már meghalt. Ezért nem törték meg lábszárát, hanem az egyik katona láncsával megnyitotta oldalát, melyből azonnal vér és víz folyt ki. És aki ezt látta, tanulja lett, és tanúsága igaz. Ő tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek. Mindez ugyanis azért történt, hogy beteljesedjék az írás, csontot ne törjetek benne. És más helyen föltekintenek arra, akit keresztül szúrtak. Arimateai József, aki Jézus tanítványa volt, de a zsidóktól való félelmében csak titokban kérte Pilátust, hogy levehesse Jézus testét. Pilátus meg is engedte, mire az elment és levette Jézus testét. Oda jött Nikodémus is, aki annak idején éjszaka ment Jézushoz, és hozott mirha és áloly keveréket, mint egy 100 fontot. Ők fogták Jézus testét, és a fűszerekkel együtt gyolcsba göngyölték. Így szokás temetni a zsidóknál. Azon a helyen, ahol Jézust keresztre feszítették, volt egy kert, a kertben pedig egy új sírból, amelybe még senkit sem temette. Mivel a sír közel volt, a zsidók